Magyarázatot vár a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom a legutóbbi ENSZ közgyűlésen történtek miatt. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének küldöttsége szeptember 2-án elfogadta azt a határozatot, amely szerint az abortusz alapvető emberi jog. A Mi Hazánk mozgalom ezzel nem ért egyet, és felháborítónak tartja azt, hogy a magyar küldött igennel szavazott Magyarország nevében. Horváth Zsuzsanna, Magyarország ENSZ nagykövete, közel 130 ezer magyar ember által írt petíciót vehetett át személyesen a Citizen Go munkatársaitól. Ebben többek között kérték, hogy ne írja alá ezt a határozati javaslatot. Hivatkoztak az alaptörvény 2. cikkére, amely kimondja, hogy a magzati életet a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. A magyar küldött azonban megszavazta azt, hogy alapvető emberi jog legyen az abortusz, és ezen túlmenően igennel szavazott arra a módosító javaslatra is, amit Nigéria és más országok nyújtottak be. A Mi Hazánk mozgalom nevében és 4 gyermekes édesanyaként felháborítónak tartom azt, hogy a kormány, amelyet az elmúlt években kétszer is elutasította Dúró-Dóra képviselőnk szívhangtörvényjavaslatát, az most ugyan elfogadta a sajátjaként, de már most már legalább elfogadta. Ez a kormány ugyanennek a kormánynak a küldötte, a Fidesz által írt alaptörvénnyel is ellentétes módon szavazott az ENSZ-ben, akkor, amikor elfogadta alapvető jogként az abortuszt. Ismét bebizonyosodott, hogy a kormány teljesen más módon képviseli külföldön Magyarországot, mint ahogy itthon Magyarországon azt a választók felé kommunikálja. A Mi Hazánk mozgalom szerint ez elfogadhatatlan, magyarázatot várunk a kormánytól, a magyar társadalom nevében is.